Üdvözlöm, kedves barátaim! Itt vagyunk, csodálatos helyen, Krisna völgybe. Látjunk, nem volt tavasz, hanem rögtön lett a nyár. És már árnyékban 17 fok van. Csodálatos idő. Itt látjátok, most megfordulom, mögöttem megint építették nagyon csodálatos ilyen zarándok ösvényeket. Seiva Kunch ez a neve. Nagyon, nagyon szép, még nincsen teljesen kész, még csinálnak. Amire gondoltunk ma beszéljünk, ez pont az, hogy milyen szép, kényelmes és kellemes ez az időjárás, meg nem július, de már jó meleg van. Persze majd egy kis idő múlva remélem már szép rügyek, virágok lesznek, minden fog virágozni, majd jövünk újra és csináljunk videókat. Ez a kényelem, ez az igényünk, hogy mi éljünk egy ilyen világban, ahol csodálatos, kiegyensúlyozott időjárás, kiegyensúlyozott a tudatunk, az elme, ember boldogan éljen magát, de ebben a világban az annyira nem lehetséges, úgy mondják erre a világra, hogy dukhalája a sásvata. Itt sok a szenvedés is. Van egy kis szép dolgok, de nagyon sok szenvedés van. Ezért dukhalája szenvedés, és a sásvata ideglenes. Miért? Mert ez a világ erről szól, ez a terv. De ez nem jelenti, hogy akkor nekünk nem jár ilyen. Nekünk jár, nekünk jogunk van, hogy látjátok, még csinálják egy kis ilyen dolgokat, újításokat. Szép, szép, szép világos kő. Nekünk jár, és jogunk van, hogy mi jó körülmények között éljünk, és ne kell fűteni, ne legyen gázszámla, villanyszámla, válság, pénzügyi válság, minden. És ez lelki világban van. Lelki világban ott az időjárás mindig kényelmes, kellemes. Ugye itt most volt hideg, utána lesz nagyon-nagyon meleg. És akkor emberek nem fognak semmit tudni csinálni, megint a meleg miatt. Rosszul lesznek, kell hívni mentőket, orvosságot szedni, és így tovább. De a lelki világban, honnan mi jöttünk, szabad akaratunk alap szerint, nekünk van léleknek van szabad akarata, és mi nem egy jó irányba használtunk, eljöttünk ide, és itt akarunk örökké boldogok lenni, és ez egy természetes, hogy mi örökké lelkek vagyunk, és nekünk kell legyünk örökké boldogok. De én nem lehet itt. Ugyanúgy, mint az ember nem tud örökké nézni filmet moziba, ott vége lesz, és ugyanúgy ebben a világban nem lehet. Nem baj, gyertek, gyakoroljunk lelki életet, tudjunk meg többet a saját lelki természetünkről, tudjunk meg többet a lelki gyakorlatunkról, Istennek a csodálatos szépségéről, az ő csodálatos isteni tulajdonságukról. Menjünk haza, vissza a lelki világba, ahol mindig ilyen csodálatos, mindig minden virágzik, minden illatos, és ott nincsen hely szenvedésnek. Ott a szeretet, lelki szeretet, és Isten az a lényeg. Szabad akarat szerint ide jöttünk, jó, na most tovább használjuk szabad akaratunkat, ne ragadjunk be tovább itt, menjünk vissza. Írjátok kommentekbe, ki tervez visszamenni lelki világba, segítünk. Szép napot kívánok, Hare Krishna!